Esztergom város, a Magyar Katolikus Egyház központja, az esztergomi főegyházmegye székhelye Komárom-Esztergom megyében fekszik. A mai búcsújáró kápolnát az 1500-as évek elején Bakócz Tamás prímás építette. A gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére szentelt kápolna oltár oromzatán az angyali üdvözlet márvány reliefje, lejjebb pedig Bakócz Tamás térdeplő alakja látható. Az oltárépítmény közepén függ a kegykép, mely a Pócsi Mária másolata. A kápolna főbúcsúja március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén van. A zarándokok a búcsú alkalmával végzik a Kálvária járást, mely során felkeresik a Kálvária hármas kőkeresztjét, mely a város fölé emelkedő Tamás hegyen van. A kőkereszt mögött található kápolna az angliai Canterbury Szent Tamás vértanú püspök középkori kultuszát ápolja. Műsorszám támogatója, Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye, a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.